A legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy bármiféle segítségre lenne szüksége, mivel a világi dolgok, illetve a világi élet maga eltakarja, illetve nem engedi látni számára, hogy mekkora bajban van. Van egy 3 éves kocsia, van egy háza, van egy örök lakása, van egy telke, szakmája van, valahogy működnek a kapcsolatai is. A számlák is fizetve vannak, így az illetőnek igazából semmiféle mélyremenő gondolata, vagy mélyremenő rálátása nincs a dolgokra, saját magára sem. Az emberek nagy része még azt sem tudja, hogy bármiféle segítség egyáltalán létezik, vagy hogy bármiféle segítség egyáltalán lehetséges lenne, vagy kéne, soha nem is akart nekik senki segíteni, illetve senki, aki ne akarta volna azonnal vagy középtávon átverni őket, és persze meg sem szólítja őket senki, ami ezt illeti. A segítség elfogadása egyébként egy tudatállapothoz kötődik. Az ember el kell, hogy érjen egy bizonyos tudatállapotot ahhoz, hogy egyáltalán segíteni lehessen neki, hogy egyáltalán el tudjon fogadni segítséget. Ezért ne is keserítsen el senkit, ha a segítő szándékát visszautasítják. Ez a visszautasítás egyébként 2 dolgot jelenthet. Az egyik, hogy a másik fél, ahogy mondtam, tudatilag még nem áll készen arra, hogy segítséget tudjon elfogadni, illetve hogy fogalma sincs róla, hogy neki bármiféle segítségre szüksége lenne. Neki ez nem reális. A másik pont, és ez még érdekesebb, hogy maga a segíteni vágyás, ez a szándék a segítő részéről nem igazi, hanem csak egy öncél, hogy a segítő igazából nem is tudna segíteni, csak a megmentő szerepében tetszeleg. De öncél, és ezt az emberek is érzik, hogy nincs eszköz, amellyel az illető nekik segíteni tudna. De vegyük azt, hogy valakinek segíteni szeretnél, és van is egy módszered, amelyet elsajátítottál, és amellyel valakinek effektív módon segíteni tudsz. Legyen az asztrológia, numerológia, beszélgetés, spirituális tanácsadás, gyónás, életcél felderítés, közös imádság, agykontroll, reiki, jóga, meditáció, aromaterápia, álomelemzés, vagy teljesen mindegy, melyik vagy bármelyik más technológia, amelyet el tudtál sajátítani. És most, hogy elsajátítottad, kilépsz az emberek közé, és segíteni akarsz. És akkor találkozol végre az embereddel, akinek segíteni akarsz. És az emberedet egy bizonyos tudatállapotban találod, annak is egy bizonyos szegletében, vagy a szegletének a szegletében, és az alapvető kérdés az maradt, hogy most, hogy itt van előtted az ember, hogyan segítesz majd neki. A szándékod ugye megvan, ez alapvető. Az eszközöd, illetve a technológiád is megvan, elsajátítottad, ez is alapvető. És mi kell most még, hogy segíteni tudj? Hol van az a pont, hol van a realitásnak az a szintje? Azt mondod az embernek, hogy szia, hogy vagy? Mire ő? Hát nem is tudom, valahogy betegnek érzem magam, nem vagyok túl jól. Mondjuk régen is elég sokat betegeskedtem, a családban is azt mondták, hogy eléggé beteges vagyok. Aztán sok orvosnál is jártam úgy, 8 orvosnál minimum, egy év alatt. Persze ők sem találtak semmit, de én tudom. Én tudom, hogy beteg vagyok, mindig is tudtam. Te pedig azt mondod, jó, rendben, ez egy képzelt beteg, egy hipokonder, nekem másik ember kell, én erre még nem állok készen. Hol a másik ember? Aztán a másik embernek azt mondod, szia, hogy vagy? Mire ő, sehogy. Illetve, ahogy mások akarják, vagy engedik. Hogyan is lennék, jó szarul vagyok. Mi az értelme ennek az egésznek? Hová visz ez? De te azt mondod,
Figyelj rám, akarod, hogy segítsek neked? Erre ő. Hát, nem tudom. A segítségnek igazából nincs is értelme. Nincs olyan, hogy valaha valaki segített egy másik embernek. A segítség is csak egy sima átverés. Te pedig erre azt mondod, nézd, amikor én segítek embereknek, akkor azok az emberek általában testileg és lelkileg is komplett összeomlanak. Én őszinte leszek hozzád, nem egy esetben már meg is haltak. Mire ő azt mondja, oké, rendben, ha ez így van, akkor kezdhetjük is. És mi történt itt? Az embert a saját szintjén szólítottad meg. Ebben az apátiában, ebben az esetben. És mindenkit a saját szintjén kell megszólítani, mielőtt el tud fogadni az illető bármi más realitást, mint a sajátját. De ez még nem azt jelenti persze, hogy tudni fogsz neki majd sikeresen segíteni. Az még egy másik kérdés. Odébb van. De legalább kommunikációba kerültél az emberrel, és ez az első lépés a segítség felé. Facebook arc.ciprus, ne legyen szép napotok, legyen csodálatos napotok. Truly yours.